Reste faut que j'enlève mes habits en temps, mais pas dans l'intérieur pour faire les alas qui présentent szándékunkat, hogy nagyon szívesen megválasztását követően áttörnénk egy baráti beszélgetésre, elsősorban azzal a szándékkal, hogy gratuláljunk neki az elnöki választás alkalmával, hogy sok sikert kívánjunk a munkájához, illetve kifejezzük azon szándékunkat, hogy a magyarországi szerb közösség, illetve annak megválasztott szervezete a szerbországos önkormányzat részéről fennáll az a szándék, hogy még a megboldogult elnök úr idején kialakított baráti kapcsolatokat és az együttműködést szeretnénk vele is tovább folytatni, hisz gyakorlatilag 20 éve legalább ismerjük egymást, és több közös projektben is dolgoztunk már együtt. Örömmel vettük ezt a szimbolikus gesztust elnök úrtól, hogy első delegációként éppen a magyarországi szerbeket fogadta, és mi is látunk ebben szimbolikát, hisz mi gyakorlatilag a határ két oldalán ugyanazokat a feladatokat, ugyanazokat a problémákat akarjuk teljesíteni. Célunk a saját anyanyelvünk megőrzése, az adott lakosság, tehát az embereknek az anya, illetve a szülőföldön való megmaradásának a segítése, a kulturális és az oktatás területén, a tájékoztatás területén pedig azoknak a jogoknak a gyakorlatba átültetés, amit az törvények számunkra biztosítanak, és gyakorlatilag pont ez a közös nevező, ami mentén mi együtt tudunk dolgozni. Ha megengedik, a szerbül nem mondtam, de én sokáig voltam, és ez csak a példa, hogy ezt meg fogja erősíteni, amit mondtam, és sokáig voltam Magyarországon egy szerb falunak a polgármestere, és 92-ben, amikor nem ilyen jó idő voltak, vettük fel a kapcsolatot a legdélebbi magyar településsel, az pedig Székelykeve, és azóta is Skorenovac, tehát Székelykevével vagyunk azóta is barát és testvér települési kapcsolatban, és mindig, amikor ott járunk önnáluk, egyik ottani barátom szokta mondani, hogy mi sokkal jobban megértjük egymást, mint hogyha csak két magyar vagy kétszer beszélget, mert hisz ugyanazokért a célokért küzdünk ki ott, mi meg itt. És ez az, amiért mi úgy gondoltuk, hogy számíthatunk, és számítunk is a Vajdasági Magyar Szövetségre is, mint szövetségesre, mint partnerre, hisz a két szervezet feladatai ugyanazok, azonban a politikai súlyunk nem azért be kell lássuk reálisan, hogy nem egyforma. A VMS koalíciós partner kormánytagokat ad és frakcióval rendelkezik a szerb parlamentben, mi Magyarországon sajnos nem vagyunk annyian, hogy egy ilyen politikai erőt tudjunk képviselni, de arról is beszéltünk, hogy mennyire változott a politikai légkör, és mennyivel egyszerűbb és jobb van lehet nemzetiségi jogokat érvényesíteni, amióta a magyar törvények és a magyar kormányzat biztosítja a nemzetiségek számára is a parlamenti munka lehetőségeit, a mi dolgaink pedig, hogy segítsük azokat az oktatás és kulturális intézményeket, amelyek érdekeltek ebben az együttműködésben, és itt az iskolától a színházig bármelyik területet tudnám említeni konkrét példákkal is, de ahogy elnök úr mondta, ezt rábízunk az intézményekre, nekünk nem a konkrét projektek megvalósítása, hanem azok segítése a feladatunk. Köszönöm szépen!